Üdvözlök mindenkit, Nákrakrim vagyok, és jön most egy szokásostól eltérő anyag, mint látjátok, a videó címe a reklám ideje, és ez egy olyan dolog, úgy gondolom, amiről minden videósnak beszélni kell egy idő után, mert ez tulajdonképpen a néző bázisára tartozik, mint ahogy ez tartozik rátok is, ezért van néhány dolog, amiről említést kell tennem, pontosan azért, mert ti vagytok azok, akik hozzájárultok ahhoz, hogy ez a csatorna működjön, hogy önfenntartó cég legyen, és idővel, ahogy már amióta már csinálom a videókat, szépen lassan ez a kis csatorna egy ilyen önfenntartó cégé fejlődött, és ez nektek köszönhető, és természetesen időnként egy támogatónak, és ezért is ragadom meg az alkalmat, hogy beszéljek erről egy kicsit, és erről nektek is tudni kell, és ez tulajdonképpen mind a ti hozzájárulásotokkal működik. Úgyhogy mire gondolok itt például? Ugye emlékeztek anno, amikor még tartottunk ilyen nekrokibb napokat, a szép nosztalgikus idők, amikor összegyűltünk például egy szerveren, játszottunk együtt, azok marha jó videók voltak, illetve egy marha jó játékok voltak együtt, összegyűltünk egy TS-en, dumáltunk és minden, és ha hiszitek, ha nem, ez mind annak volt köszönhető, hogy egyes nézők rám találtak, volt nekik egy kódnét szerverük, felajánlották, használhassuk, és felajánlottak állandó szervert, Battlefield 4 például, Marci azóta is köszönöm, volt szerverre, felajánlotta a TNA-nak a használatára, és így tovább, mind hozzájárultatok egy kicsit ahhoz, hogy működjön a csatorna, és mindezenáltal ugye említettem a TS-t, hogy feljáratunk, és a TS bizony ez egyik leg kellemesen meglepetés volt számomra, és annó Vektor megkeresett, hogy nézi a videómat, és szeretne felajánlani nekem ugye egy TS szervert, és gyakorlatilag cserébe, és úgy gondolom, hogy ez így fair, egy természetesen reklámot fogok neki csinálni, és beszélni arról, és most elérkeztünk odáig, hogy a TS szerver tulajt váltott, és volt annyira rendes, és megtartotta a feltételeket, mint hogy megtarthatjuk mi is a TS-t a TNA keretein belül, természetesen, hogyha újra megemlítem egy videóba. Úgyhogy ezúttal is szeretném megköszönni, hogy megengedted, hogy újra, hogy megint csak továbbra is használhassuk a TS-t, és szeretném nektek, gamereknek, nézőknek felhívni a figyelmet, hogyha TS-szervet szeretnétek bérelni, akkor az e-mail címét az illetőnek bent fogom hagyni a videó leírásában, és ezentúl minden videó leírásában ott lesz, szóval, hogyha TS-szervet szeretnétek bérelni, akkor nyugodtan lehet hozzá fordulni, és ugye kérdezheted a nyugodt szívvel, hogy miért bérelném ezt a TS-t bármelyik TS-sel szembe. Hogy mondják ezt? Nem, a magyar valóságnak megfelelő árai vannak? Tehát nevezhetjük így, úgyhogy merem bátran ajánlani őket, és az elmúlt időben sokat dolgoztak azon, hogy egyre jobb és minőségibb legyen ez a szolgáltatás. És tulajdonképpen úgy gondolom, hogy fair ár ajánlatot adnak más TS-ekkel szembe mindenképp. És ahogy kiderült számomra is a múltban, ez már így számunkra sikerrel járt, és örülök azoknak, akik általam kerültek ehhez a hostinghoz és ehhez a TS-hez, és ezzel is hozzájárult ahhoz, hogy mi tovább működhessünk. A további dolgok, amiről szeretnék beszélni, van még egy-két dolog, amivel hozzájárultok ahhoz, hogy a csatorna működjön, és ez például ugye a G2A, és rengetegen hozzá csatlakoztatok már a G2A-hoz, rákattintottatok a linkre, megnéztétek a játékokat, vásároltatok játékokat, aminek nagyon köszönöm, és ez, ha hiszitek, ha nem, YouTube-bal együtt a G2A járult ahhoz hozzá, hogy például annó a BF4-et, a Code Ghost-ot, abból a pénzből vegyem meg. Ugye kis csatornaként a YouTube-on nem keresel milliókat, de a G2-val pont egybe az a pénz, az mindig hozzájárult ahhoz, hogy időnként, ahogy kéne az új játékot megvegyem. És akármilyen hülye játékot vettem meg, ti mindig ott voltatok mellettem. És a Star Wars Battlefront-ot is, ha nem kaptam volna meg a barátnőmtől ilyen előkarácsonyi ajándéknak, akkor tulajdonképpen ez is ebből a pénzből lett volna. És mind ez ti vagytok, akik mindenhez hozzájárultak a G2 a vásárlásotokkal, vagy bármivel.
A másik egy nagyon jó dolog például, hogy a TNA fejlődjön a Warframe-en belül, amit láthattok itt most jelenleg. Aki szeretné kipróbálni a Warframe-et, vagy gondolkodik rajta, tetszik neki a játék, mert amúgy tényleg egy igazán jó játék, én teljesen belehűltem már. Annak például ajánlom a linket szintén a videó leírásban. Minden linket megtaláltak a videó leírásában, és ajánlom azt a linket, ami ott van, azon keresztül, ha regisztráltok Warframe-en, akkor tulajdonképpen egy afféle csapatot alkotunk, ugye, aki regisztrálza a linken keresztül, és minden mozgásatokat, amit csinálnak a játékban egy bizonyos százalékban, abból én is részesülök, és ezáltal hozzájárultok ahhoz, hogy egyre jobban fejlődjön a TNA, és ezáltal ugye természetesen csatlakozzatok, és ez hozzájárul ahhoz, hogy csatlakozzatok Battlefield-en, Steam-en, mert rengeteg játékban van olyan jelen, szinte már én sem tudom számon tartani, ott vagyunk Xboxon, és mind ezekhez a linkekhez állandóan ott találtok a leírásban linkeket, tehát a videó leírásában mindegyiken, mindenhez ott van linkek, csak el kell egy kicsit olvasni alaposan, és gyakorlatilag így szépen lassan évek alatt hozzájárultak ahhoz, hogy így működjön. És úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amiről tudnotok kell, és egy fair, hogy ezt az ember megosztja a feliratkozóival, a nézőivel, mert ez az, ami működtet. És sosem voltam olyan, aki mit tudom, egy olyan YouTube csatornát csinál, ahol támogatókat, vagy Twitch-en, netán ilyen pénzutalások, ilyen fasságok, mert nem erről szó számomra a gaming, viszont automatikusan jöttek ezek akaratlanul, és ti vagytok azok, akik ezt működtettétek tudatlanul, vagy tudatosan, aki tudatosan köszönöm, aki tudatlanul, annak is köszönöm, és nagyjából ennyi lett volna ez a videó, szóval ez itt lenne a reklámhely, csak hogy ti is tisztában legyetek, hogy működik ez a csatorna, tulajdonképpen hogy lett ennyire önfenntartó. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!